Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár, és mivel szerda van, tudjátok jól, hogy tudományos kísérlet következik, vagyis nem egészen, de erre majd mindjárt visszatérek, előtte azonban kaptam néhány e-mailt a YouTube-tól, méghozzá 30 e-mailt arról, hogy szerzői jogsértéseket követtem el, ami annak köszönhető, hogy amikor elkezdtem ezt az egész csatornát 13 évvel ezelőtt, akkor úgy gondoltam, hogy teljesen oké, hogy leszedek valamilyen zenét az internetről, berakom kis aláfestésnek, a végén megjegyzem, hogy ki volt a szerző, és teljesen rendben vagyunk. Nem is volt ezzel semmi probléma, mindaddig, amíg nem jöttem rá, hogy ez nagyon nem szabad így csinálni, mert hogy valakinek szerzői joga fűződik ahhoz a zenéhez, a YouTube pedig erre kifejezetten odafigyel. Eleinte ez az odafigyelés abban merült ki, hogy simán töröltek néhány videómat, és valamiért nem találták meg az összeset, ahol ezt a zenét használtam fel, viszont most csak annyit jeleztek, hogy semmi gond, de innentől kezdve, ha valaki megnézi azokat a 10-11-12 éves videóimat, akkor a bevételek nem hozzám folynak, hanem ahhoz az illetőhöz. Hát nem nagy érvágás, mert hogy néhány forintról van szó, vagy legfeljebb ilyen tételekről, de jobb odafigyelni ezekre. Az utóbbi években már csak jogtiszta forrásból használok fel zenéket, úgyhogy nem kell ilyenek miatt aggódnom. Viszont ez megerősíti azt a korábbi dilemmámat, hogy mi legyen a régi videókkal. Ugyanis nagyon sokszor kapok olyan üzenetet tőletek, hogy miért nem dolgozom fel ezt a témát, vagy azt a témát, mert hogy láttátok külföldi csatornákon, és ilyenkor általában szolgáljan megkeresem a linkeket, ahol ott vannak a korábbi videóim, ahol már feldolgoztam ezeket a témákat. Szóval igen, nagyon sok olyan anyag van, ami elmerült a történelem süllyesztőjében, és ilyenkor felvetődik, hogy ne dolgozzam-e fel ezeket újra. És azt hiszem, hogy ez egy jel volt arra, hogy lehet, hogy itt az ideje újra feldolgozni őket. Úgyhogy mára elővettem az egyiket, ami talán az egyik legkedvesebb kísérletem volt, ezt még egy szerbiai kis faluban, egy tudományos táborban, Petnicában vettem fel, mindössze egy sörös üvegre van hozzá szükség. Oké, ez nem sörös üveg, de tudjátok, hogy nem iszom sört, mondjuk üdítőt se, ezt az üveget tudtam gyorsan szerezni. Na meg persze a biztonság miatt szükség van kesztyűkre is. A sört, az üdítőt, vagy bármit, amit gondoltatok, távolítsátok el az üvegből, rátok bízom, hogy hogyan, majd pedig töltsétek meg az üveget nem szénsavas, nem buborékos folyadékkal, nagyjából idáig. Majd pedig szigorúan kesztyűt használva fogjátok meg a palasznyakát jó erősen, a másik kezetekkel pedig egy nagyon hirtelen gyors ütést mérjetek rá a palack szájára. Még biztosabb, hogyha gumikalapácsot használtok, az nekem nem volt itthon, viszont tény, hogy annak a használatával kevésbé fáj, ha valami esetleg félre megy. 3, 2, 1. Ha megfelelően csináltátok, akkor a palack alja letörik, mert hogy amikor rácsaptok az üvegre, az üveg elindul lefelé ugyan, de a víz az a tehetetlensége folytán, ezt nem bírja azonnal követni, tehát itt az üveg aljánál kialakul egy vékony vákum réteg, már ha lehet vákum rétegről beszélni, minden esetre egy nagyon alacsony nyomású kis terület, ami nyilvánvalóan nem stabil, tehát ez össze fog omlani, és ebben a pillanatban iszonyatosan nagy erővel hozzávágódik a víz a palasznak az aljához, és mivel itt vannak a legnagyobb feszültségek az üvegben, nagyon könnyen le is fog hasadni a palasznak az alja. Valahogy így. Fontos, hogy ez sörrel, üdítővel vagy szénsavas ásványvízzel, tehát buborékos folyadékokkal nem fog működni, hogy miért arra majd talán visszatérünk egy későbbi videóban, mert az is egy nagyon izgalmas jelenség önmagában, de minden esetre látjátok, hogy ez nem egy túl biztonságos kísérlet, de hát legalább csináltunk ma is egy tudományos kísérletet, nem igaz? Hát az a helyzet, hogy nem. Sőt, az a helyzet, hogy a szertáron soha nem is csináltam tudományos kísérleteket, de akkor mi volt az a sok száz videó, amit feltöltöttem, és nagyon látványos volt, szórakoztató volt, érdekes volt, lehetett belőle akár még tanulni is, vagy éppen vitatkozni vele, hogy az valószínűleg nem is úgy zajlik, ahogy én azt elmondtam, azok nem tudományos kísérletek voltak. Hát nem bizony, de ezt bontsuk kétfelé. Egyrészt nem kísérletek voltak tudományos értelemben, hanem jelenségek demonstrációi.
A kísérlet az választod valamire, választod valamilyen felvetésre, amit jobban meg szeretnénk érteni, szép alaposan megtervezzük, nem tudjuk, hogy mi lesz a kimenetele, de az alapján, hogy elvégezzük, le tudunk vonni egy következtetést, amit aztán vissza tudunk építeni a mi kis hipotézisünkbe, és kiderül, hogy helyes volt-e a felvetésünk, vagy sem. Ez egy tudományos kísérlet lenne. Sem a szertárban, sőt, többnyire a tanórákon sem tudományos kísérleteket végzünk, hanem előre meghatározott jelenségeket mutatunk be különböző formában a tanár, nyilván azzal a céllal, hogy elmélyítse azt a tudást, amit elméletben leadott, én pedig azért, hogy megmutassam, hogy milyen érdekes jelenségek vesznek körül minket. Tudományos nem attól lesz valami, hogy felrobban, hogy büdös, hogy füstöl, hogy érdekes, hogy látványos, hogy humoros, hanem attól, hogy követi a tudományos módszertan szabályait, ami arra törekszik, hogy megpróbáljuk a világot ebből a szemszögből megérteni. Ez a folyamat pedig gyakran nagyon-nagyon unalmas, vagy legalábbis nagyon-nagyon monoton tud lenni. Én 14-15 éve dolgozom tudománykommunikációs területen, és meggyőződésem, hogy nem lehet a tudomány minden szeletét érdekesen megmutatni. Nem azt mondom persze, hogy egyáltalán nem érdekesek, sokkal inkább azt, hogy nem lehet minden egyes laikus számára érdekfeszítővé tenni. Mert olyan. Nem mondom persze azt, hogy ezek nem fontosak. Emberek teszik fel az életüket, vagy legalábbis az életüknek egy részét arra, hogy jobban megértsék a saját tudományterületük egyik morzsájának, az egyik csücskének, az egyik atom rezdülését, hogy ezzel is hozzájáruljanak az összegyetemes emberi tudáshoz, ami végül is az összegyetemes emberi kultúrának a részét képezi. Meg persze egy csomó felfedezésnek vannak gyakorlati hasznai is, aminek az áldásait élvezzük nap mint nap. Szóval, amikor olyan kommenteket kapok, hogy te igazság szerint a tudományos tartalmakat szereted, meg jókat tudsz röhögni a tudományos mémeken, meg mikor lesz már tudományos tartalom, akkor te valójában nem tudományos tartalmakra vágysz, hanem meglepő szórakoztató jelenségekre, ami be van csomagolva egy ilyen kis geeky burkolatba, amitől könnyen fogyaszthatóvá válik, és olyan élvezetes, és fel lehet vele vágni, hogy na, ez milyen szuper volt. Ez nem jelenti azt persze, hogy ezeket a témákat nem lehetne tudományos igénnyel feldolgozni, vagy hogy bármi baj lenne azzal, hogy az ember szórakozásra, ilyenfajta szórakozásra vágyik, de ez önmagában nem a tudomány, legfeljebb egy nagyon pici szelete. Na jó, sziasztok!